Torkos csütörtök. Kiváló alkalom ez arra, hogy a vendéglőbe, étterembe járók keressenek maguknak új törzshelyet, vagy visszatérjenek kedvelt helyük egyikébe, és ott fedezzenek fel új ízeket, jelen esetben féláron. Az elmúlt 11 évben azt lehet mondani, hogy nagyon sok étterem csatlakozott ehhez a rendkívül jó promóciós kampányhoz, amelyet 11. alkalommal rendeznek meg ma, 2016-ban február 11-én. És remélhetőleg nagyon sok étterem fog ehhez csatlakozni, mi is arra biztatjuk a kollégákat, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagságát, hogy csatlakozzanak ez eme eseményhez. Az elmúlt 5 évben, hogyha számok tükrében nézzük, akkor visszafelé minden évben körülbelül 150 ezer vendég vett részt ezen az eseményen, és körülbelül 600 étterem csatlakozott hozzá évente. Január 19-től interneten egy étteremkereső is segíti a vendéglátóhelyek közötti böngészést. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy 22 darab étterem csatlakozott ehhez a felhívásunkhoz a régióban, és ez napról napra bővülni fog, hiszen a regisztráció február 9-én fog lezárulni. Ez az év, a 2016-os év, a Magyar Turizmus ZRT tematikus éve, a gasztroélmények éve, és ez a torkos csütörtök valójában ennek a gasztroélmények évének a nyitánya is lesz egyúttal. A néphagyomány szerint torkos csütörtökön, idén február 11-én, annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazó szerdát követően ünnepeljük, ismét szabad húst enni, csupán azért, hogy elfogjon a farsangi maradék.